Madárcsi Csergő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Na hoppá! Megint is bulizzunk! Hello! Folytassuk akkor! Káosz! Úgy nézek ki, mint... Nem is tudom, hogy hogy nézek ki. Klumba. Nagyon jó. Úristen. Helyzet. A hálóval olyan szinten kész vagyok, hogy még az ágyam sincs bent. Nincs is ágyam, matracom van. A gardróbot beraktam a helyére. Ahogy látjátok, a helyén van. Illetve a másik oldal. És ki van takarítva. Minden össze van rakva, benn vannak a minden, aminek benn kell lennie. És most kezdem el berakni a ruhákat. Nem is tudom, hogy kellene igazából csinálni. Szeretnék csinálni egy gardrób rendszerezést, mert nagyon-nagyon sok mindent ki kellene szelektálnom. Viszont nem hiszem, hogy ennek most lesz itt az ideje. Nagyon gyorsan megpróbálom nagyon gyorsan kipakolni a ruhákat, ugyanis 19-e van, és szeretnék most már elkezdeni normálisan dolgozni és csinálni a kis programjaimat. Viszont most nem látjátok, de kint még minden dobozokban meg zsákokban van. Úgyhogy kezdjük el bepakolni a ruhákat. Utána takarítunk, pakolunk, vasárnap van, az egész nap erre van rászámva. Valószínű, hogy csajok jönnek majd felváltva. Szórakoztatnak menet közben, de egyébként ma pakolás a program, pakolás-takarítás a program, úgyhogy gyertek velem is. Csináljuk együtt. Oké. Szóval, ez a nagy ruha. A helyzet, hogy fogalmam nincs, hogy mit akarok. Ezeket mindenképpen össze kell tenni, mert ezek a rendszerezők a fiókokban. Viszont, ha eszem lenne, amit tudjuk, hogy nincsen, akkor nem ezzel kezdenék, hanem elkezdeném beakasztgatni a felsőket. De az túl egyszerű lenne, úgyhogy inkább kezdek ezzel. Ha valakinek kell dobozhajtogató, akkor profi vagyok. Azért akartam ezeket előbb összerakni, mert kis szekrényből úgy pakoltam ki, hogy minden ilyen doboznak a tartalma egy külön kis zsákban van. Ezt egészen gyorsan ki tudom majd pakolni, csak meg kell találjam, hogy melyik nagy zsákban van. Azzal egy jó nagy adag cuccot el is tudok egybe pakolni. És utána fognak valószínű jönni az akasztósok, ami elég sok. Pont ott vagytok a harmadik nagy szekrénynél, amiben régen volt ilyen cipős, nem tudom, polcrendszer, viszont azt nem is hoztam el magammal, mert egy az, hogy van beépített először a szekrény, ami csak cipő tartó, úgyhogy annak bőven lesz ott elékhely, illetve, ahogy látjátok, sokkal több cuccom van, mint amennyi indokolt lenne, és amennyi kényelmesen elfér. Ide majd valamit még ki kell találni. Vagy polcot, vagy akasztót, vagy valamit, nem tudom, fiókot, és igen, az most teljesen üres, de majd valamit kitalálunk oda is. Nadrágok, szoknyák, melegítős cuccok, edzős dolgok.
Tök mindegy. Az fix, hogy itt vannak az edzős nacik. Csak hogy ez egy edzős felső. Ezek a pulcsik. Így van. Ezt minek hoztam el? Biztos kell lenni fog. Elindítok valami undorító nyáros Netflix filmet, és folytatjuk. Menet közben bőven besötétedett, volt itt Dóri, és kicsit haladtam a konyhával, viszont meg akarom mutatni, hogy áll a gardrób. Gardrób, uha, az a háló, úgyhogy mindegy. Mielőtt mutatnám, hogy hogy állunk. Come on, kis kivilágított citanella. Oh, de cuki. Ezt egyébként le akarom majd cserélni. És akkor az ágyhelyzet, kiveszlek titeket inkább így. Jelenleg ez az ágy, és minden el van pakolva. Nagyon-nagyon kevés ruha van, azt még nem raktam rendbe, de nagyon kevés ruha van, ami nincs elrakva. Itt egyébként egy tükrös ajtó van, viszont ez még Bencénél van, úgyhogy ha jövő héten jön öcsi, akkor kiugrunk érte, és akkor lesz ide is ajtóm. Illetve abban vannak a kabátok még, mert azt hittem, hogy sokkal több váfám van, tévedtem. Itt vannak a nadrágok, kint még van egy csomó, ott vannak nyári rucik, és ezek azt hiszem, hogy szelektálandók, talán. Na mindegy, itt vannak még ezek, amikhez nem nyúltam, de ezek így nagyon egybe vannak. Úgyhogy így nézünk ki jelenleg. Tök elégedett vagyok, viszont megyünk ki és folytatjuk a konyhát. A felső részt azt már megcsináltam. Az ilyen nagyon mászós, nagyon furapózos kör volt, de most már az alsó polcoknál vagyok, úgyhogy gyertek ki és folytassuk. Jó reggelt! Következő nap, következő lépés. A konyhát azt láttátok, hogy nagyjából már megcsináltam. Ez az oldalát, a másik az még... Na mindegy. Viszont kelleni fog a porszívó, amihez elővettem a szatyrot, amiben megtaláltam ezt. Gyorsan ezeket kiszedjük, és... Vagy előbbítjük, vagy majd mindjárt meglátom, hogy kell-e még valamit tenni mosogatógépbe. Amit a konyhában láttok, vagy fogtok látni, tányérok, poharak, bögrék, minden édesanyától kaptam pár napja, ezeket meg
még régebben vette, de éppen itt az ideje, hogy bekerüljenek. Lovely! Bepakolok egy adagot a gépbe, mert vannak még lábasok edények, amiket be kellene rakni mosni, úgyhogy pakoljunk egyet. Üdv itt a stúdióban. Ez a következő lépés, most már konyha is kész van, a előszobaszekrény is megvan. Úgyhogy most már muszáj a stúdióba jönni, ugyanis kint rengeteg olyan cucc van, aminek ide be kell jönnie, és itt még semmit nem csináltam. Jelentősen nagyobb kör, de hogyha ezzel meg vagyok, akkor majdnem kész vagyok. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha ezt megugornánk ma, akkor holnap tudnánk egy kis vásárlós napot csinálni. Nincsen elég válfám, kell még a gardróba is, amit mondtam, az a kis kiegészítő rész, úgyhogy... Igen, körmöm. Halott, teljesen. Lassan én is. De minden király. Úgyhogy nekiugrok gyorsan takarítani, utána szerintem majd azt mutatom, ahogy beholdom a cuccokat, de nem gondolom, hogy az, ahogy megint letörlök mindent 50 milliószor, az érdekes lenne, úgyhogy mindjárt folytatjuk. I'm down at this waste time, right below your waistline, want you by my head. I'm done with all this FaceTime, need some alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. I know you're tired of waiting, but my friend said that we need some patience. We don't wanna wait no more, can't take breaks no more. I've needed company from you lately. Fill my head with some clouds, baby. Fill my brain with some ecstasy. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. Hiszt is vagyok, nagyon. Az egész napomat keresztbe húzta, úgyhogy egész nap vásárolni voltam. Különböző helyeken különböző dolgokat, ami egyébként kifejezetten hasznos volt, mert semmi kaja nem volt már itthon. Meg egyébként pár tényleg jó dolgot is vettem, ami kellett, viszont nem haladtam semmivel. Megint úgy vagyok felöltözve, mint egy oldás. Ez itt újdonságnak számít. Méretekben még nem pontosan jól állunk, ugyanis három ekkora fog tökéletesen elférni egymás mellett, de így is cuki, hogy az a kettő van úgy, tök mindegy. Ez itt egy hosszú sztori, úgyhogy majd később máskor valamikor elmondom. De ez így néz ki. Ide vettem egy ilyen kis kulcstartó tálcát, ez szerintem brutál cuki. És akkor igen, ez itt Steel Full Chaos, viszont megtaláltam a csavarokat, amiket kerestem, és hát ez is azért alapul. Madárcsicsergős szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Mikor volt már reggel? 9:30 van. Itt van megint Okoska. Olyan, mintha nem telt volna el idő, mert hogy ugyanaz a programunk, mint amikor legutoljára voltál itt. Éppen Bauhausba indultunk el. Kicsit felkészültebben indulunk neki az útnak, mint legutoljára. Van egy Bauhausunk és még egy Ikeánk. Utána meg önkormányzatos dolgokat kell intézni, úgyhogy csupa izgalom a mai nap. Ja, voltunk edzeni, úristen, voltunk reggel edzeni. Na hoppá. Szóval, menjünk és bulizzunk!
olyan szuper kis testvérem van, összerakja nekem. Én meg tudom addig csinálni a többi dolgot. Szerintem ez lesz az első olyan IKEA-s bútorunk, amiben nem fogok részt venni összeszerelésben. Akkor ez lehet könnyű lesz megcsinálni? Gonosz. Igenis nagyon jól szerelek, jó? A gardróbot teljesen egyedül rakjuk, ezt ti is láttátok, úgyhogy mondhatsz bármit. Ja, úgyhogy én most gyors feltakarítom ott a falat, hogy ő tudja lepakolni, és megvettem a gardróba plusz mit? Tartórudat, úgyhogy bepakolom az zakókat, meg kabátkákat. Igen, haladunk. Jó, a mai nap szerintem nagyon nagyot fogunk haladni. Ezt nem sokáig kell nézni, mert nem sokáig kell nézni. Szóval, ami miatt gyorsan még be akartam ugrani, hogy megjött a Scrub Daddy csomagom. Cute. Onnan tudod, hogy öregszel, hogy ezeknek már örülsz. Még ez jön velem.